A mai videóban azt fogjuk áttekinteni, hogy milyen folyamatok okozzák az őszülést, és hogyan tudunk a folyamatokra hatással lenni. Szeretettel köszöntök mindenkit! A melanociták termelik a melanint, azaz a festékanyagot a szervezetünkben, mely többek között a bőr, a haj, a szőrzet és a szem színét határozzák meg. A testünkben van egy természetes ciklus, amit melanogén órának is nevezünk, amely során a korunk előre haladtával lelassul, vagy akár teljesen le is áll a melanociták aktivitása, így ezáltal csökken a hajunkba jutó pigment mennyisége. Erre a természetes ciklusra azonban hatással lehetünk, megelőzve például a korai őszülést, vagy késleltetve az őszülés várható időszakát. Az első ilyen fontos hatóanyaga a kezünkben a tirozináz enzim. Ugye az enzimek fő építő egységei a nyomelemek, a tirozinázhoz rézre van szükség. A tirozináz enzimre szükség van a melanin előállításához, tehát a réz bevitele elengedhetetlen az őszülés késleltetéséhez. Sok réz van a gombákban, kiemelten a shiitake gombában, az osztrigában, a májételekben, a spirulina algában, a szezámokban és a 85% feletti kakaó tartalmú csokiban. A rézen túl a többi nyomelemnek is fontos szerepe van a hajszálak egészségének megtartása érdekében, például a cink kulcsfontossága a hajszálak növekedéséhez és a javításukhoz. A nyomelemek beviteléhez ajánlom figyelmedbe az elektronik italport. Az őszülést jelentős mértékben felgyorsítja a stressz, tehát a mellékveség fokozott aktivitása. A fokozott hosszú ideig fennálló stressz hatására rengeteg hidrogénperoxid termelődik, és pont úgy, ahogy külsőleg a hajra alkalmazott hidrogénperoxid is, a saját testünk által termelt hidrogénperoxid is elpusztítja fokozatosan a haj pigmentanyagát, azaz kifehéríti a hajat. A stressz következtében termelődő hidrogénperoxid szintjét hatékonyan csökkenti a természetes E-vitamin és a kataláz enzim. Jó természetes E-vitamin források a búzacsíraolaj, homoktövis magolaj és a zöld színű zöldségek. Itt ajánlom a figyelmedbe az E-vitaminról készült videót. A kataláz enzimet étrendkiegészítő kapszula tabletta formában tudjuk egyszerűen pótolni. A kollagén segítségével megtámogathatjuk a szőrtűszőket, ahol a melanin, tehát a haj színét adó pigmentanyag termelődik, más szóval a kollagén hatására fokozódik a színanyagnak a termelődése. Ezen túlmenően a kollagén hatására erősebbek, rugalmasabbak és strapabíróbbak lesznek a hajszálak hosszú távon, illetve a kollagén elősegíti az újabb hajszálak növekedését is, tehát a haj ritkulása ellen is bevethető. Sok kollagén van a porcos, bőrös állati részekben, például a csirkecombon, nyakon, szárnyakon, farháton, illetve bevihetjük kollagén tartalmú étrendkiegészítővel is. A hajszálak számára az egyes típusú kollagén a legfontosabb, de a többi kollagénfajta is hasznos. Az alacsony B-vitamin szint, illetve az ezzel egyidejűleg valószínűleg leromlott bélflóra is felgyorsítja a haj őszülését. A PABA, a biotin és az inozitol a három fő B-vitamin fajta, amelynek leginkább köze van az őszüléshez. Ne ezek pótlásában gondolkodjunk elsősorban, hanem a bélflóra regenerálásában, az emésztés helyreállításában. A bélflórát kell megtámogatni, növelni a belegben a hasznos baktériumok szintjét, tehát a mikrobiomot állítsuk helyre. Sok erjesztett probiotikus étellel, mint például a savanyú káposzta vagy más erjesztett zöldségek, aztán kefir, aludtej és célszerű egy jófajta probiotikum készítményt is szedni. A zöldszínű zöldségek, vagy tágabban a keresztes virágú zöldségek a legjobb táplálékok a belegben a hasznos baktériumok számára, tehát őket fogyasztva tudnak leginkább szaporodni. Brokkoli, leveleskel, kelbimbó, salátafélék, rukkola, mángol, sóska, retek és mások. A B-vitaminok pótlásához javaslom a sörélesztőt, melynek rendszeres fogyasztásával nem csak jól hasznosuló B-vitamin, de nyomelemeket is pótolhatunk. Én évek óta majdnem minden nap fogyasztom. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet az őszülés késleltetéséről, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így a YouTube másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!